Pár órával az ukrán-orosz háború kitörése után egy perces néma csenddel adóztak a képviselők a szomszédország függetlensége melletti szolidaritás jeleként a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen. Barabási Hárd alpolgármester egyúttal bejelentette, hogy az ukrán testvérváros polgármesterének felajánlotta, hogy a háború elől menekülő lakosságot szükség esetén Újbudán elszállásolják. Az ülésen a képviselők rábolintottak a lakosság döntésére, hogy a feneketlen tónál legyen a törőcsik. Mari Park. A céltartalékok felhasználása és a maradványok ismeretében módosították a 2021-es költségvetést. A képviselők az önkormányzati egészségügyi ellátó és szolgáltató vállalatok dolgozói számára kírt ösztöndíj programot is módosították úgy, hogy bővítették az a jelentkezők körét. Emellett házi orvosi és fogorvosi körzetek változtatásáról is döntöttek. Egyebek között korai fejlesztőközpont gyermeksegélyegylet és adományozó szervezet jelentkezett az alapítványok támogatására kiírt önkormányzati pályázatra. A kulturális egyesületek közül kortárs művészeti, építészeti és zenei műhelyek nyújtottak be igény. Az önkormányzat zöld utat adott a MAFC Kosárlabda Akadémia TAO program által támogatott fejlesztéseinek is.